Üdv, Balogh Roland vagyok, a Magyar Hang újságírója. A meglévő két műsorunk, a Kötött Fogás és a Flaster mellé három új tematikus műsorral jelentkezünk, keddenként a Reptér külpolitikai, szerdánként a Kultúrtáj kulturális kultúrpolitikai, illetve péntekenként a Kompország egy portrébeszélgetés műsor lesz. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék és fizessenek elő hetilapunkra, a Magyar Hangra, illetve online előfizetésünkre, a Hang Plus-ra, hogy tudjuk azt csinálni, amit eddig is, és most is csinálunk. Köszönjük szépen! Üdvözletem! Flaster, méghozzá Polgár Tóth Tamással, a Debreciner munkatársával. Köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. .hu. Debreciner.hu munkatársával, és Lakner Dáviddal, az én munkatársával. Jó estét! Ami a Magyar Hang. Szép napot én is! Igen. Hát milyen furcsa, hogy túl vagyunk március 15-én, így 16-án. Azon gondolkodtam, hogy én régen nagyon szerettem ezt az ünnepet. Pedig össze volt rakva a forradalmi ifjúsági napok keretében március 15-én. Ja, úgy régen, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy mikor régen. 40. Gyere máskor is, Dávid, köszönöm szépen. Igen, úgy akkor. Nem tudom, nekem ez ilyen nagy kedvenc volt. Rám így hatott ez a 48-as hangulat, meg a huszárok, meg a nyilván eleinte a huszárok, de a Petőfi, a Kossuth, a kiállás. Tehát, hogy én ezt tényleg szerettem, ezt az ünnepet. És valahogy, ha visszagondolok, és tényleg lehet, hogy a sok-sok évtized szépíti meg, de hogy mintha a közeg is az lett volna, tehát hogy március 15 az számomra úgy maradt meg, vagy olyan volt, hogy az igazi nemzeti ünnepünk. Az első számú már, hogyha most nemzeti ünnepek között ugye sorrendet állítani, de mégis valahogy úgy közelebb érezte magához, vagy legalábbis én. És hogy nekem ez eltűnőben van, és nem csak bennem magamban, hanem úgy magam körül is azt észlelem, és ahogy néztem így a közvetítéseket, hát... Hát most jobb volt, mint az elmúlt években. Hát a legszomorúbb az, hogy Orbán Viktor beszédétől öltözhetett volna még a leginkább ünneplőbe a lelkem, mert ugye váratlan húzással Orbán Viktor Petőfi Sándor szülőházánál Petőfi Sándorról beszélt, ami ez a legmeglepőbb, igen. De így az ellenzéki politikusoknak az ünnepi beszédeiben, hát nyomokban találtam ilyen tartalmat, valakinek nyomokban sem. És vacakidő volt, de mondjuk március 15-én mindig vacakidő van, nem? Az, amit augusztus 20, hogy ott fordul az időjárás, itt meg mindig beborul egy kicsit, ki tudja miért. Hát nem voltak tömegek, nem volt ez a hangulat, és nekem ez hiányzik. És akkor itt van még ez a bizonyos kokárda ügy, hát ugye az egyszer a történelmi során egyszer csak elromlott, ugye a túlhordott kokárda története, hogy nem tudom, Debrecenben például, most nyugtass meg, hogy ott... Láttam kokárdákat, hogyha ez a kérdés. Én egyébként nem hordok kokárdát, mert nagyjából alsós általános iskolás korom óta, tehát én mindig egyfajta felszínes külsőségnek találtam ezt. Valószínűleg azért, mert már nagyon messze vagyunk ettől a forgalomtól és ettől a szabadságharctól időben, tehát hogyha a szabadságharc után egy 30 évvel kellett volna viselni, és akkor ennek lett volna egy nagyon komoly értelme és értéke, egy nyilvános kiállása a forradalom értékei mellett, akkor valószínű, hogy viseltem volna. De most ennek olyan túlzottan nagy jelentőségét én nem érzem. Tehát szerintem a nemzeti identitását valaki meg tudja élni, anélkül is, hogy föltűzne magára egy ilyet. De ez csak egy gesztus, nem? Az ünnep. Miért a esküvőre is felhúzol egy öltönyt? Nem mindenki egyébként ma már. Hát, jó, nekem így a én kokárdával felhúztam, amúgy... de nem mindenki. Szerintem fontos, hogy szép a kokárda, de hát hogyha például én nem voltam kint az utcán a nap felében, egy otthon meg nyilván nem fogom hordani. Úgyhogy ez így helyzetfüggő is, hogyha az ember iskolás, akkor nyilván felveszi, ha az ember egész nap megy valahova, akkor nyilván felveszi, de hogyha mondjuk csak este megy ki, akkor mondjuk sokaknál már nem olyan magától értetődő, mintha elmennek egy rendezvényre. Szerintem az gyakoribb, hogyha az ember elmegy valami március 5-i rendezvényre, vagy akár tüntetésre, akkor nyilván felveszi. Nem tudom, hogy kevesebb volt az utcán napközben, nem figyeltem igazából
este kevesebb volt már az tény, de az, hogyha csak az ember így este kimegy valahova mondjuk ebédelni vagy vacsorázni, akkor... Azért néztem rá, ilyen elgondolkodva, nem azért, nem rajtad gondolkodtam, hanem azon gondolkodtam még pluszba, amely a nosztalgia hullámra sikerült felülni, hogy például... Meg a 80-as években nyilván tiltakozás jele is volt valamilyen értelemben. Annyira öreg nem vagyok. nem rád értettem, csak úgy általában. Hogy például az Amerika Egyesült Államokban, amikor nemzeti ünnep van, akkor minden fel van lobogózva, és büszkén. Tehát Magyarországon például az, hogy kitűzd a magyar zászlót a házadra, az is egy ilyen, nem tudom, ilyen politikai valamivé változott, nem? Mert hogyha te kitűzöd a zászlót a házadra, akkor azt gyanítom, hogy nagyon sokan arra fognak gondolni, hogy ez egy fideszes. Nem? Vagy a fideszes vagy rosszabb. Tehát, hogy, de tényleg ne viccet félretéve. Hogy, mint hogyha egy kicsit úgy szégyelnénk, vagy nem lennénk egyensúlyban a saját nemzetét. Az Egyesült Államok ebből a szempontból teatrálisabb nemzet. Tehát ott ezek hozzájárulnak a színházhoz, hozzátesznek. De mi van, hogyha ez a színház őszinte? Akkor érted? Tehát, hogy ez valóban jön. És ezt nagyon nehéz megfogalmazni, csak olyan furcsa kettőséget érzek ebben, hogy miközben ennyire borzalmasan, rettenetesen, hatalmasan nemzeti kormányunk tár még sose volt, mármint a felszínen ugye, amit állít magára, amit csugal magáról, amit marketingel magáról. A közben meg mi mezei honpolgárok, meg olyan a magyarság tudattal, én azt gondolom, hogy nem igazán vagyunk egyensúlyban. És nem kell itt ez, akinek nem fáj Trianon, az nem magyar, meg ezek a leegyszerűsítő dolgok, hanem a magyarságot megélni. És talán az lehet ebbe benne, egyrészt az, hogy ez a ketté osztottság szerintem nagyon erősen megvan itt is. És ebben biztos, hogy benne van vastagon az a bizonyos kokárdás történet. Pont ezért van egyébként nekem egy kis problémám a kokárdával is, meg azokkal is, akik a nemzeti identitásukat azzal próbálják megélni, hogy kitűzik a magyar zászlót. Nem probléma, de sok esetben azt látom, hogy ezeknek a jelképeknek a használata pont azt próbálja elfedni, hogy az év összes többi napján semmi komolyabbat nem tesz, nem próbál tenni a magyar nemzeti közösségért. De a kokárda egyébként azért jön, mert otthon mindannyiunknak van 10-15 kokárdája, csak nem tudjuk, hogy hol. Ez így van. Mindig megvesszük, aztán egy következőben sose találjuk meg. Valahol a fiók mélyén lehet, hogy nekem is van még általános. Valahol mindenkinél lakult. Jó, rendes, igazi magyar embernek van kokárdás dobozkája, az kicsit hasonlít a varó készletre, és akkor ott a kokárda, ott van, mert az is tű, és akkor tű mellett. De egyébként ez egy szép dolog, amikor például a gyerekek megvarják, vagy elkészítik maguknak is. Na, de visszatérve, mert ennyi egyébként. De aranyos közbevetés volt. Most fontos ilyen társadalmi lélektani, nemzeti lélektani dolgokról van szó, és akkor jössz nekem ezzel az izével, kokárdával. Azt tudtad egyébként, ha már elvicceled a dolgot? De nem, hogy, ezt komolyan mondtam. Hogy a világ azt tudod, hogy fogja megszűnni? Nem. Zokni formájában eltűnik, mert egyen mindig kevesebb van. De akkor csak a félvilág fog eltűnni. De utána már sor kerül a félpár zoknika is, mert ugye ezek a zoknik, ezek eltűnnek, tehát a világ anyagából hiányoznak. És nem tudjuk, hogy hova tűnnek, és ez egy lassú folyamat, de egyszer majd egy csúnya véget fog érni. Na de komolyan visszatérve. Nem szabad volt az idei ünnep, mint az elmúlt 10 években, mert eddig mindig arról szólt, hogy a fideszes és a DK-s nyugdíjasok összecsapnak, most legalább ilyennek volt. Már ebből a szempontból is jobb a helyzet. És Orbán még csak nem is annyira Sorosról beszélt, mint Petőfi Sándorról. Igen, az egy meglepő húzás volt. Én Debrecenben most láttam egyébként egy nagyon komoly aktuál politizálását ennek az ünnepnek. Ott ugye biztos tudjátok, hogy Mike Pélcsen demonstrációt is tartottak az akkumulátorgyár ellen, és látható volt, hogy Papp László, Debrecennek a polgármestere kifejezetten a márciusi ifjakhoz és a forradalmárokhoz hasonlította. Nehezen eldönthető, hogy a helyi Fideszt, a városvezetést, vagy a kormányt. Minden esetre nagyon azt próbálta pedzegetni, hogy a márciusi ifjakhoz hasonló célkitűzéseik vannak nekik is, hozzájuk hasonlóan próbálnak tenni az országért. Úgy a Mike Pércsi anyák, akik az akkumulátorgyár ellen tiltakoztak, ők ugyanígy a forradalmárokhoz és a szabadságharcosokhoz hasonlították magukat. Tehát ők pont arról beszéltek, hogy ha már a kokárdákat hiányolod, hogy ami akkor a kokárda volt, azok ma a plakátok és a molinók, amikkel lehet küzdeni a beruházás ellen. Na, erről beszéljünk mindenképpen, mert van egy olyan érzésem, ami
hát ez nem csak érzés, hanem ez inkább tapasztalás, hogy amilyen nagy hullámokat vert eleinte, ugye az akkumulátorgyár, ugye ott Mikepécs és Debrecen között. Hát jó, ez egy természetes folyamat, hogy jönnek az újabb és újabb hírek, események, és ezek mindig egy kicsit háttérbe szorítják, vagy lefelé szorítják, de hogy most nagyon leült ez, és azt gondolom, hogy mindeközben azért mégiscsak zajlik ott egyrészt az építkezés, az zajlik. A földmunkák azok jelenleg is zajlanak, igen. Úgy tudom, hogy építési engedélye még nincs a gyárnak, de a földmunkák végzésével van engedélyük, tehát ezt már a hónapok óta végzik. És egyébként? Na, mint hogy a közhangulat. Itt volt ez a demonstráció, ez egy nagyon picit megint visszanyitott a reflektorfényt a történésekre, de hogy benne van a köztudatban, vagy beszédtéma? Abszolút beszédtéma, tehát azt, hogy konkrétan a város lakosságán belül milyen a megítélése a gyárnak, azt nehéz pontosan megmondani, mert olyan mérés, amit önmagától készített volna egy független intézet, olyanról nem tudok. Eddig csak pártok által megrendelt, meg pártalapítványok által megrendelt közvélemény kutatásokat hoztak nyilvánosságra. Uh-huh. Ezek azt mutatják egyébként, hogy elutasítja a debrecenieknek a többsége ezt a beruházást. Az biztos, hogy lépten-nyomon, postán, boltban, bárhol áll az ember, akkor talál valakit, aki éppen erről beszélget. Tehát olyat, hogy ilyen szinten tematizálódjon valami a városban, ilyet én még nem láttam, mióta Debrecenben élek. De szerintem ez jó. És most teljesen mindegy, hogy akkumulátorgyár mellett vagy ellen vagy. Egy közügy. De hogy ez jó, mert egyébként is hát ezen a normális, hogy ezen a folyamat, hogy egyébként az emberek megbeszélik egymással. Mondjuk az nem ártana, hogyha mondjuk ezt kapnának, hanyatszor mondtam azt, hogy mondjuk negyedszer. Megfelelő tájékoztatást például, pro és kontra. Az igen, helyi szinten nagy viharokat kavar, az még biztos Győr mellett is ezt lehet látni. Csak ez jó kérdés, hogy ez hogyan értékeli az ember. Mert azért ha negatív dolgokat keresünk, akkor felidézhetjük, hogy a menekült táborok kapcsán is voltak ilyen nagy felhorgadások. Azt politika próbálta kicsit szítani, és azt nyilván nem gondoltuk jónak feltétlenül, hogy az emberek, akik adott esetben nem is értenek annyira a témához, úgy mennek ki, hogy jelszavakat kiabálnak. Úgyhogy, de egyébként itt is, meg ott is ugyanaz a probléma, hogy az átláthatóság nincs meg, és hogy a politika az felülről inkább a jelszavakat próbálja az embereknek átadni, és nem annyira a tájékoztatást. Tehát én nem látom az ellenzék részéről sem azt, hogy próbálja az ellenzék embereket felvilágosítani, hogy hogyan lenne ez a környezetvédelmileg jobb, termőföld szempontjából mit jelent, hanem inkább próbálja ráülni erre az egészre és kihasználni. Na végre van egy tiltakozás, akkor most ők is az akkumulátorgyárakról fognak beszélni egy hónapokig. Ez nekem úgy olyannak tűnik, mint amikor a Fudan Egyetemet próbálták ügyét tenni. De ez picit megpróbálnak ráülni. Picit hadd vigyen meg. Igen, mond, és akkor meg. Lehet, hogy te is őket akarnád megvédeni, nem tudom. Nem szoktam ilyet csinálni, de a helyi ellenzék védelmében annyit azért érdemes. Én az országosról beszéltem főleg, nem a helyiről. Az másra persze. De a helyi ellenzék védelmében annyit mindenképpen megjegyeznék, hogy azt látni, hogy nem csak a saját narratívájukat próbálják ráerőltetni a lakosságra. Az LMP és a Momentum is szerveztek olyan tüntetéseket, ahova például civileket is meghívtak, és civilek is felszólaltak, elmondhatták a saját álláspontjukat a témában. Akkor én megvédem a országos ellenzéket ennek örömére, hogy nem könnyű, amikor a hatalom valóban végtelenül leegyszerűsített információ bombákkal kommunikál, akkor neked nagyon nehéz azt mondani, hogy majd én tájékoztatom a népet. Persze. Mert hogy ez igazából a helyi hatalomnak lenne a feladata. Tehát már az ötlet magvának megszületésekor. Nem azt mondani, hogy van egy ilyen elképzelés, ide jönne ez a gyár, és nézzétek meg, emberek, kiadtunk egy ilyen brosúrát, mindenhova berakjuk, ezek a pozitívumok, ezek a negatívumok, ezzel fog együtt járni, ez fogja okozni. Ilyen környezeti hatása lehet, ilyen viszont biztos, hogy nincs, és egyébként X mennyiségű ember fog itt kavarogni, mert amilyen hamarosan, ennyi időn belül. De ennyi és ennyi bevétele lesz az önkormányzatnak, amit erre is erre tudunk fordítani. Tehát, hogy akkor már lehetne dönteni. Csak most így visszagondolok, választópolgárként mikor kapsz meg? Tehát mondjuk te szavaztál a NATO csatlakozásról? Az uniós csatlakozásról? Fiatal voltam. Ja, jó, van, forgasd a tört is ebben, hogy
most így visszagondolok, azért ott sem voltunk annyira széttájékoztatva. Ott is érzések voltak inkább, hogy nekünk az Unió kell, mert hát nyilván a rendszerváltás után, meg a Kádár rendszer után az ember tényleg azt gondolta, hogy az Unió majd sok mindent megold. Hát, Bécsben nyithatszuk ezzel. Na hát az például egy olyan tájékoztatás volt, ami rám nem igazán hatott, hanem hogy az ember próbálta azért felmérni, amennyire lehetett, de nem, nagyon nehezen kaptál ehhez muníciót, tehát információt. De ez a helyi, itt adott esetben a helyi hatalomnak lenne a feladata. Mi van a vendégmunkásokkal? Mert én azt gondolom, hogy az országos ellenzék, csak hogy az előző kis simogató kezet így visszahúzva, egy hatalmassal lehet is nem. Szóval az országos ellenzék azt gondolja, hogy ez egy zöld ügy, egy ilyen környezetvédelmi ügy, meg van gazdasági. Nekem meg van egy olyan érzésem, hogy azért ez helyi szinten lehet, hogy leegyszerűsödik arra, hogy igen, van ez a félelem attól, hogy valamilyen szennyező anyagok, de a másik meg az, hogy rengeteg idegen, tehát hogy az idegen ellenesség, ami most vagy tetszik, vagy nem, de van, és ráadásul, hogy a Fidesz azt végtelenség gerjeszti is, meg gerjesztette is. Hogy 9000 munkavállalóról van szó? Igen, annyit terveznek hosszú távon. Ugye azt tudni kell, hogy 3 ütemben tervezik ezt megépíteni, tehát majd valamikor x év múlva élheti a 9000 munkavállalót, de igen, ennyit terveznek. Ez egy nagyon veszélyes terep szerintem. Az előbb itt beszéltél is arról, hogy a menekült hullám idején volt a Fidesznek egy nagyon agresszív migránshozós kampánya. Igen, ez még valamennyire erősen benne van a helyieknek a fejében. És lehet is hallani olyan gondolatokat lakossági fórumon, vagy a második közmeghallgatáson biztos, hogy hallottam ilyet, hogy a sárga veszedelem. Jaj, de én hallottam azt a kifejezést. Előkerült. Hát ennek azért van egy olyan durván 150 éves múltja. Igen. Azt gondolta volna az ember, hogy ezzel már nem nagyon fog találkozni. Igen, már a sárga veszedelemről is beszélnek sokan. Most legutóbb a Mike Percsi tüntetésen volt, aki bekiabálta, hogy vesszen Kína. Tehát ennek azért... Ezt akár egy Tibet melletti tüntetésen is elhangozhat. Ennek azért van egy olyan oldala, hogy aki a munkavállalókról, külföldi munkavállalókról beszél, annak nagyon óvatosan kell szerintem nyilatkoznia, mert könnyen belefuthat abba, hogy egy idegenellenes uszítást fog végezni. Az biztos, hogy az egy nagyon komoly infrastruktúrális kihívást jelent, és nagyon komoly kulturális kihívást jelent a városnak, hogyha ott megjelenik hirtelen több ezer külföldi munkavállaló. Mert ugye arról is beszélünk, hogy nem 9000 emberről van szó, hanem 9000 emberről, plusz az ő családtagjaikról. Hát de azért mondom, hogy és most megvédem a népet is, ez a honvédő nap, hogy mondjuk 50% minimum alsó hangon lesz valószínűleg. Tehát az eddigi gyároknak a működése, a Gödi Samsung, a külföldi példák alapján az, hogy ennek a 9000 munkavállalónak Orbán Viktor elszántságán, dacára sem 9000 tiszta vérű magyar határon túli honfitársunk fogja adni a felét, azért az borítékolható, mert egyszerűen nincs annyi munkaerő, vagy úgy tűnik, hogy nincs annyi munkaerő. Na most, hogyha egy kis településen vagy a határában megjelenik egy ekkora tömeg, mondjuk 4500 kínai, legyen kínai, teljesen mindegy ilyen plusz szakban. A családtagok. Plusz a családtagok. Az nagyon sok kérdést felve, és én a nép helyében, én azért ezen így elkezdenék agyalni, és ebben még csak nincs is idegen gyűlölet meg semmi, hanem hogy hol lesznek elszállásolva, hogy lesznek ellátva. Hova jár majd a gyerekük? Iskola, orvosi, úgy van. Hát nem feltétlenül negatív, hogyha befogadjuk őket, és ha én azt nem mondtam, hogy negatív, csak hogy ez felvet kérdéseket, amire kapnak ezek az emberek választ. Én nem látom, hogy ez egyáltalán téma lenne. Illetve hogyan láttuk az elmúlt években, mekkora erőfeszítéseket tesz a kormány, vagy akár az egyes önkormányzatok arra, hogy beintegráljanak külföldieket a többségi társadalomba, vagy hogy egyáltalán bármiféle kisebbséget beintegráljanak a többségi társadalomba. Igen, nekem úgy tűnik, hogy az akkumulátorgyáras kérdésnél a fő problémák azok, hogy a termőterületeket hogyan fogja érinteni, tehát hogyha most emiatt termőterületet vesztünk, az veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot. A másik, hogy mennyire van közel a településekhez, mennyire éri el a veszélyes anyagszennyezés a települések határát. Ezért nem szerencsés szerintem, hogyha akkumulátorgyár vagy nem kérdésre egyszerűsítjük ezt le, mert sokkal inkább érdemes lenne arra elvenni, hogy akkumulátorgyárat hogyan lehet építeni, úgyhogy biztonságos legyen. Meg hova? Mert, hát meg hova? Hogyan meg hogy kell hova? Ennyi?
Hát, hogy kell lenni az is. Hát az már ilyen globál gazdasági, mert mint, hogy ugye most ez kijelölődött a cél tusványosan, hát nyilván előtte, de ugye Orbán Viktor ott coming out-olt akkumulátor ügyben. Az egy más kérdés, de azért annak is megvan a realitás, amikor egy kis településen élő honpolgár vagy polgártársunk azon gondolkodik, hogy ide fog kapni egy bazi nagy izét. Létesítményt a településnek a tövébe, ami nyilván csúnya, mert mondjuk a Mercedes szép. Jó, nekem tetszik. De az mindenképpen megúszás a kormány részéről. Jó, nem. Az ilyen megúszós játék a kormány részéről. Jönni menni fognak az emberek, teherautók, ilyen-olyan szállító. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kérdés van, és ezekkel abszolút nincs szó, vagy nem tudom, hogy helyben azért szó van-e róla. Vagy felvetődnek ezek a kérdések egyáltalán, és ha igen, akkor valaki megválaszolja őket. Korrekt tájékoztatás az kezdettől fogva hiányzik a városban. Tehát azt lehet látni, hogy az első debreceni közmeghallgatás előtt semmilyen komolyabb kísérlet nem volt arra a városvezetés részéről, hogy a különböző olyan témákban, amik félelmet generálnak, akár a debreceniek, akár a mikepércsiek, akár a hajdúszoboszlóiak, ebesiek körében, hogy ezekre érdemi válaszokat kapjanak. A válaszok azok leegyszerűsített, pármondatos, jelszószerű valamik, propagandisztikus dolgok. Volt egy ilyen kiadványa például a debreceni városvezetésnek, egy-egy oldal szórólap, talán 12 hazugság, 12 igazság, amiben elég sok csúsztatás is belecsúszott. És a hátoldalán meg ezért 12 csúsztatás, és a volt hogy melyik pont miért nem úgy van pontosan. De az igaz, hogy megúszós játék a kormány részéről, hogy ezekkel tele akarja szórni az országot, és azt gondolja, hogy majd 20 évre előre meleg ez oldja meg a gazdasági problémákat, mert hogyha egy-két gyárról van szó, az nyilván teljesen más kérdés, mint hogyha azt remélik, hogy na majd lesznek akkumulátorgyárak, és ez az autóipart megtolja még 20 évvel. Ami nagyon szomorú... ez a terv. Hát ez a stratégia. Ez a probléma, igen. Ami nagyon szomorú, és amit én nagyon hiányolok, hogy borzasztóan kevés független szakértő szólal meg a témában. Tehát a kormány mindig arra hivatkozik, meg a városvezetés is arra hivatkozik, hogy szakértők hozzák meg a döntéseket, akik kiadják a környezethasználati engedélyt, akik kiadták a katasztrófavédelmi engedélyt. Jó, rendben van, de mindannyian valahogy kötődnek akár a kormányhoz, akár az államhoz. Hát gondoljunk arra, hogy a környezethasználati engedélyt a kormányhivatal adja ki. Meg ami nekem nagyon tetszik, hogy mindig elmondják, hogy Magyarországon sokkal szigorúbbak a környezetvédelmi szabályok, mint például Németországban, ahol ugye szintén épültek ilyen akkumulátorgyárak, és akkor igen ám, csak mondjuk valaki mutasson már rá a környezetvédelmi minisztérium épületére Magyarországon. Meg hogy működnek ezek a hatóságok, meg hogy mit engednek, mit nem, meg hogy milyen következménye van. Amikor a Tihanyba elbontották ott a fél dombot, mert épp valami neres építkezés volt, valahogy hirtelen nem működött a környezetvédelmi hatóság, nem, meg nem volt fontos az, hogy ilyen meg olyan, vagy a Velencei tónál, ami vagy a Velencei tónál, nem a Fertő tónál, ami történik. Ott is hirtelen, úgy ilyenkor elpárolok valahol ez, és persze papíron jól mutatnak. Na, papíron viszont jól mutat az is. Te minket légy szíves, folyamatosan tájékoztass, mert szerintem ez egy fontos dolog, és az, hogy Mikepércs és Debrecen, hát így felhívta a figyelmet, ezt már sokszor mondtam, de nekem a mai napig ilyenkor benne van az, hogy ha valamiért ott nem robban ez így ki, vagy nem, akkor simán akkumulátor nagyhatalom lettünk volna, úgyhogy egyszer csak azt veszük észre, hogy akkumulátor nagyhatalom vagyunk. És a mikepércsi anyáknak van ebben nagyon nagy szerepük. Ez egyébként ilyen tök jó hangzik, nem? Tehát ilyen... Most egyesületet is alapítottak. A mikepércsi anyák. De ez egy őr mellett is eléggé hangosak voltak a tüntetők. Igen, de mégis ez volt, ami valamiért átütötte az országos média figyelmet. Nagyon is hangos volt. Oké, de mondom, hogy... Jó, akkor szavazzunk. Aki szerint Lakner Dávidnak van igaza, és már a győri tüntetés is átütötte az országos közvélemény falát, úgymond, az nyomjon síró smiley-t, aki megszerint, nekem van igaza, hogy Debrecen, az nyomjon mosolygó smiley-t. Köszönjük szépen. Ó, milyen manipulatív. Hát ugye. Szóval, ez is jó papíron, ezt most fel fogom olvasni, elnézést, de ez annyira tökéletes. Sajtószabadság, ugye március 15 az a sajtószabadság napját, Gulyás Gergely is megszólalt, mert hogy konferenciát tartottak. Azt mondja. Magyarország ma lényegesen szabadabb, mint a nyugat-európai országok, és erre a média viszonyok egyértelmű bizonyítékot jelentenek.
Gulyás Gergely szerint Magyarországon nagyon különböző értékvilágok jelennek meg a főirányú sajtóban. A radikális szélső baloldaltól a radikális jobboldalig mindennek megvan a fóruma, minden megtalálható és mindenkinek van lehetősége arra, hogy a magyar közélet vitáiban részt vegyen. Szerinte éppen ezért a viták teljes körűbbek és szabadabbak, mint Nyugat-Európában, ahol az önmagát korábban konzervatívnak nevező sajtó már minden fontos kérdésben feladta a pozícióit. A miniszter kijelentette, hogy Magyarországon a sajtószabadság nem kérdőjelezhető meg, mindenki a saját meggyőződésének megfelelően írhat, és egy-egy vélemény miatt senkit nem lehet megbélyegezni. Mindegy. Megint az van, hogy ez a szokásos, neves, fideszes történet, hogy amit mond Gulyás Gergely, abban van valami kis igazság magvacska, de aztán, amikor ezt így kiterjesztik globálisan kis hazánkra, akkor meg egy nagy kamu lesz belőle. Mert hogy az valóban látható, hogy a nyugati nyilvánosságban is, talán így nem csak a sajtot és a médiát mondanám, hanem inkább a nyilvánosságot, a bizonyos témákkal nagyon nehezen tudnak foglalkozni, amiatt, hogy hát ezt már én is nehezen tudom lassan megfogalmazni. Szóval amiatt, hogy aki esetleg egy kicsit karcosabban áll bele, és ilyenek igen, ezek azok bizonyos LMBTQ történetek. Mit mondott? Azt hiszem, hogy mit mondott szó szerint? Hát amit felolvastam. Miért igen. Szerinted ezt fel, ezt csak úgy mondtam? Nem. Tényleg ezt mondtam. Ja igen, csak hogy... Nehéz elhinni. Nem, az az benne a vicces, hogy a konkrétan értjük, akkor részben igaza lehet, mert a jobboldali média, mármint hogy olyan értelemben lehetne így, úgy van igaz, hogy a jobboldali média az Magyarországon valójában nem olyan erős, ha úgy veszük, hogy jobboldali és kormánykritikus. De ő jobboldali és konzervatív médiaként a kormánypárti médiát érti. Miközben, ha azt nézzük, hogy jobboldali és kormánykritikus média mennyi van, vagy konzervatív és kormánykritikus, akkor találunk kettőt országszerte. Még egyszer, Dávid, elvesztettem a vonalat. Hát, hogy jó, értem, miről mit mondasz. Nyugat-Európában van olyan jelentős jobboldali és konzervatív média, ami nem az ottani kormányt szolgálja ki. Magyarországon van ebből mondjuk kettő. És eznek a kormány örül. Ez a baj, ez itt a probléma. De szerinte azok a sajtótermékek Nyugat-Európában, amikre te utaltál, azok nem jobboldaliak és nem konzervatívak. Mit jelent ez a jobboldali és konzervatív, nem? Tehát ugye a Fidesz média nyilván önmagát oda sorolja, és hát nem is tudom, egyáltalán jelent még az valamit, hogy konzervatív? Van még olyan? Magyarországon vagy globálisan? Hát most maradjunk kis hazánkban. Mit jelent Magyarországon ma konzervatívnak lenni? Hát van egy sor ideológiai, egy sor világnézeti kérdés, amiben el lehet foglalni ilyen olyan pozíciót. Igen, amit a valóság azért már rendesen megreszelgetett, meg átkalapálgatott. Hát, meg mit jelent jobboldalinak lenni? Hagyományokhoz való hozzáállás, az abortuszhoz való hozzáállás. Sor ilyen kérdés van. Hát persze, hogy van. Csak hogy... Családpolitika. Hát na, például a családpolitika az egy jó példa, mert milyen a jobboldali család. Szabadság kontra egyenlőség. Hát na, az már érdekesebb ilyen szempontból. Na, hogy visszatérve oda, ahol én elkezdtem belegabajodni, miután aztán te belegabajodtál a saját magadéből, hogy rengeteg nézőt vesztettünk az elmúlt 5 perc során, hogy valóban tényleg vannak ezek a témák, amikkel nagyon csinyán kell bánni, mert nem könnyű. Tehát például ha most ezt egy magyar párhuzamra próbálom lefordítani, akkor annak idején, amikor még a jobboldali konzervatív médiát még kb. Egy darab újság jelentette a napi Magyarországban, a Magyar Nemzet az most épp nem tudom merre bóklászott akkor, vagy kereste magát. De hát épp ez aztán megtalálta magát a napi Magyarországgal összevonva. Szóval, hogy akkor mondjuk arról beszélni, hogy a magyarországi cigányságnak vannak problémái, amelyek vidéken sokkal súlyosabban érezhetők, és igenis, ez egy fontos probléma nagyon sok helyen, aztán a Jobbik meg is erősödött, ugye, mert jött a Gárda is, erre adott egyfajta választ, mert nem lehetett erről igazából se írni, se beszélni. Mert ha csak felhoztad ezt a témát, akkor azonnal a SDS és annak köre, meg az MSZP-nek is ez az antifasiszta, antirasszista izéje, és annak a közös részhamaz aztán pláne, így rád robbant, hogy te rasszista vagy már attól, hogy azzal foglalkozol, ami egyébként a vidéki településeken a hétköznapi valóságnak volt kőkemény része. Na most ilyesmibe csúszott bele egyébként, vagy csúszik bele most a nyugati média nagyon sok, vagy a nyugati nyilvánosság, bocsánat, nagyon sok témában, és aztán itt jön egy öncenzúra egy idő után, amikor már negyedszer nyomvözé vágnak orrba, azért mert te akarsz írni egyébként egy szerinted fontos témáról, de egy rád robban,
akkor azt mondod, hogy na jó, van most akkor én lehet, hogy akkor nézek egy másik témát is. Nem lehet egy multimédiában ilyenekről írni, csak nem érdemes. De érdemes, csak vannak ilyen sajtótermékek, tehát ebben nincs igaz a Gulyás Gergelynek. Franciaországban is van, Angliában is ott a Telegráf, Franciaországban a Le Point, a Le Figaro, van Olaszországban is, hát hetente jár hozzájuk egyébként egy jobboldali főszerkesztő, akit ők magukénak éreznek. Most volt nemrég svájci Die Weltwoche-nak a főszerkesztőjét, és rögtön jött fel egy interjú is a Mandinerben. Szerintem is alapvetően ezeket Nyugat-Európában nem lehetne. Nem jó, hogyha átvesszük szerintem a Fidesznek a narratíváját arról, hogy néznek ki a globális és elsősorban az euróatlanti média viszonyok. Tehát én is úgy gondolom, hogy lehet beszélni bármilyen kérdésről. Maximum annyi, hogy jobban kell figyelnie egy újságírónak vagy egy publicistának arra, hogy ha nem akarja azt, hogy transzfóbnak bélyegezzék meg, akkor ne írjon transzfób dolgot. Igen, csak ez a Magyarországon nagyon könnyen elsül időnként ez a transzfób bélyegző. Ez egy borzalmas képzavar volt, de hogy érted. És már azt nehezen tudtam elmondani ezt a régi időkben, mi volt a gond a magyar nyilvánosságban, a magyar cigány együttélés problémája, vagy valahogy így kellett ezt körülírni, már nem emlékszem valami, nem tudom, ilyen borzalmas. Ahelyett, hogy elmondtuk volna, vagy írtuk volna riportokat, tudósításokat, lettek volna elemzések, viták, beszélgetés, párbeszéd, hogy akkor mi legyen? Mi a helyzet és mi legyen? Ahelyett az volt, hogy nem nagyon lehetett hozzányúlni a kérdéshez, mert egyből a... Hát párbeszéd nyugaton is van, csak nagyon harciasak a felek. Tehát amikor például J.K. Rowlingot transzfóbnak bélyegzik, az nagyon hangosan mondják, és akkor eljut ide is. Meg nagyon látványos, hogyha mondjuk... J.K. Rowling alapvetően elég sok gesztust tett, ami alapján lehet arra következtetni, hogy transzfób. Például? Hát szerintem csak kritikus. A Twitter bejegyzéseinek egy jelentős része. Hogy ne idézem most. Hát dehogy nem. De ő mindig elmondja, hogy a transz nemű emberekkel nincs problémája, csak az a ilyen ideológiai túlhajtásokkal van. Tehát erről szerintem legitim vitázni, hogy az. Na jó, de ez most olyan, hogy az antiszemitáknak egy jelentős része sem ismeri be az, hogy bármiféle problémája lenne a zsidókkal. A cigánygyűlölőknek a jelentős része szintén nem ismeri be az, hogy bármiféle probléma lenne a romákkal. Na jó, de ez ugyanaz, mint amikor a palesztin párti tüntetőket is antiszemitának nevezték. Volt egy ilyen tendencia is 2000-es években, hogy mindenki antiszemita lett, aki mondjuk a palesztinok mellett szólalt fel. Szerintem ez ugyanaz, hogyha mindenki transzfóbnak tekintünk, aki megszólal erről, és nem teljesen progresszív álláspontot mond. De ezt el tudjuk képzelni, hogy ő tényleg transzfób. Ezt nagyon sokan el tudják képzelni. Azt tudom, de most mi próbáljuk? De el, persze. Tényleg? De ez hogy alakul ki? De mitől lesz? De nem is, nem jó, ez meghalad. Hagyd ne menjek most bele. Egyszerű vidéki srác vagyok, érted? Én még transzfób se tudok lenni. Tény, hogy túlzottan rápörgött a témára, az nyilvánvaló, mert aktivistaként ez már az ügyévé tette. És de lehet, hogy azért, mert tudod, egyszer volt valamilyen bejegyzése, akkor megrúdosták, akkor tele lett a hócipője, megint megrúdosták, és akkor ez egy ilyen... De én tényleg nem tudom elképzelni, hogy mitől lesz el transzfób. Alapvetően van egy ilyen vonal egyébként a feministák körében, akik van erre egy kifejezés, nem akarok hülyeséget mondani. Törf. Igen. Tehát van egy ilyen vonal. Hát alapvetően itt az a kérdés, hogy mennyire kérdőjelezik meg a transzneműség létezését, mert hogyha valaki azt mondja, hogy a transzneműek azok önmagukban csak beteg emberek, az szerintem tényleg problémás. Hogyha mondjuk arról vitáznak, hogy jó-e, hogyha a sportolóknál mondjuk másik kategóriában indulnak, azt szerintem legitimebb. Na, ezt köszönöm, igen. De ilyenekről kellene szólni. De ez például abszolút egy olyan dolog, amiről lehet beszélni a nyugati médiában. De lehet beszélni róla a nyugati médiában? Persze, folyamatosan beszélni. Ha te ezt előhozod, akkor nem kerülsz be kapásból a transzfób kategóriába? Pusztán a téma megemlítésére? Egyáltalán nem. Sőt, volt ez az afrikai futónő, nem fog eszembe jutni a neve, aki hosszú éveket küzdött nemzetközi sportdöntőbíróságon azért, hogy indulhasson az olimpián. Mert hogy volt olyan, azt hiszem, hogy a magas tesztoszteron szintje miatt, vagy valami miatt eltiltották őt a versenyzéstől. És rengeteget cikkeztek ezzel kapcsolatban. Pro és kontra is. Én Rowlingnál azt szoktam látni, hogy neki az ilyen polkorrekt túlhajtásokkal szokott problémája lenni, főleg amikor mondjuk
nők helyett azt írják, hogy menstruáló személyek, meg nem csak a nők menstruálnak, neki ezzel szokott problémája lenni, hogy én megfigyeltem inkább. És hát ez azért tényleg vitatható, hogy egy ilyen kijelentés, hogy nem csak a nők menstruálnak. Na, térjünk vissza szerintem. Igen, ezzel nagyon elmentünk. Gulyás Gergelynek az állításra, mert mi a, szépen demonstráltuk. Nem csak a nők menstruálnak, neked Gulyás Gergely jut eszedbe? Szépen demonstráltuk azt, hogy a magyarországi médiában lehet beszélgetni ilyen kérdésekről. Jó, én, a sajtó is, média is, nyilvánosság én inkább, is, szabadság. Én inkább itt arra térnék rá, hogy amit ő mond, igen, ennek van egy valóság maga. De minden egyes olyan lépés, amit a média terén a Fidesz tett az elmúlt 13 évben, az pontosan ez ellen hat. Tehát az a gyönyörű, amikor úgy büszkélkedik el azzal, hogy milyen sokszínű a magyarországi sajtó, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy ne legyen ez. Hát igen, az a baj, például, amit az Origóval csináltak, az is egy ilyen szégyenfortnak kellene lenni, és ők azt hiszik, hogy ebből az Origóval csináltak egy konzervatív médiumot, miközben az Origót még szerintem a... Nem hiszik. Nem hiszik? Nem, azért nem hülyék, tehát megnézik az Origó nyitó oldalát hát is. Hát nyilván. Még az, szerintem a normálisan fideszeseknek is szégyen, hogy az Origó kinéz, de ezt mégis is szokták úgy, mondani, úgy próbálják beállítani, mintha az valami jobb oldali médium lenne. Na, vagy beszélhetünk a megyei lapokról is. Bejárt a Facebookot, lehet, hogy ti is találkoztatok vele, ez a nem tudom milyen süti babának a popója ja, igen, címlapon. Igen, igen. Tehát igen, ugyanez a színvonal ott is. Nagy csalódásomra kiderült, hogy ez egy sütibaba popója. Te kérdezted is, hogy mi ez a sütibaba, mert nem tudtad. Igen, mert olyan furcsa volt, hogy te ilyeneket posztolsz, hogy sütibaba popója. Ez most már tényleg izé járjuk után, erre kiderült, ez hogy ez egy süteményből készül. Opic Barbie-nak van egy rajongója a helyi lapnál. Valamelyik helyi lapnál, nem tudom ez melyik volt. Egyébként maga a Kesma a sajtószabadságnak a tiprása, ahogy létrejött, gondolom, még talán emlékszünk rá, hogy hétfőről kedre arra virrattak a magyarországi jobboldali konzervatív média tulajdonosok, hogy ők ezt az egészet így ingyen, önként és lelkesen bedobják a közösbe, ezt létrejött abszolút központi irányítás alá vont történet. Maga a közmédiának a működése és a sajtószabadságnak a páros, sáros lábbal való tiprása jut eszembe. Három Táncsi díjat osztottak ki, ugye ez a sajtószabadság napján a sajtószabadság díjat tulajdonképpen. Kik kapták? Kik? Három MTV-es. Hát, az cuki. Mert most szavították Zicskék. De egyébként Gulyás István is megkapta, egyébként Gulyás Istvánnak vannak jó dolgai. Tehát ott annyira, na mindegy, de maga a gesztus azért az nem volt rossz. Ez tényleg szomorú, hogy leépítették a megszerzett sajtót, tehát nem az a helyzet, hogy megszereztek lapokat és azokat még így akkor legalább fenntartották, meg építgették, nézzük meg, hogy mi lett a Figyelővel, nézzük meg, hogy mi lett a Napi Gazdasággal, amit ugye átneveztek Magyar Időkre, aztán átnevezték vissza a Magyar Nemzetre, mert amikor megszerezték ugye újra a Magyar Nemzet nevét, meg egy sor médiummal mi lett még. Debreceni Origó média, az vagytok ti, ugye, mint nem kormánypárti, és... Van az önkormányzati tulajdonban lévő média, de hát gyakorlatilag teljesen a városvezetésnek a kontrollja alatt van, ami meg egy fideszes többségű városvezetés, illetve van a Hajdúgihai Napló, tehát a Kesma kötelékébe tartozó, meg az ő online verziójuk. Nagyjából ezek vannak, van még egy Debreceni Egyetemhez köthető rádió, de hát ugye tudjuk azt, hogy az alapítványosítás óta minimum erősen megkérdőjelezhető, de már korábban is az, hogy mennyire független a kormánytól ennek az intézménynek. Amúgy a megyei napilap az milyen? Most ne egy szóval válaszolj, légy szíves. Arra gondolok, hogy mi azért olyan sokat nem én magam. Tehát időnként ezért belenézek leginkább online, vagy hogyha valahol a vidéken, akkor veszek egyet, hogy mi a helyi lap. Hogy mondjuk gondolom több éve figyelhet, hogy milyen, és hogy alakult át, hogy változott meg. Amit én kiszúrok, az tényleg innen a budapesti központból készített belpolitikai két oldal, mert az egy az egyben ugyanaz az összes megyei napilapban. De a többi tartalom az hogy alakult át? Igen, akartam is mondani, hogy áldebreceni. Ugye ez az, amit most az akugyár ellen tiltakozókra szoktak mondani a kormányzati narratívában. Tehát úgy csinálnak megyei újságot, hogy azt egy jelentős részben Budapestről szerkesztik, azok a hírek, amik helyi jelentőségű, vagy helyi forrásból származó hírek, azoknak komoly jelentősége általában nincsen, tehát
mit tudom én, milyen általános iskolában, hogy emlékeztek meg valamilyen eseményről. Amikor van egy tüntetés, akkor jó esetben beszámolnak róla kép nélkül négy sorban, de hogyha például a polgármester tart egy beszédet, akkor annak szentelnek egy oldalt. Tehát ilyesmire kell gondolni. Konzervatív és jobboldali. Abszolút. Volt ez a, nem tudom még tart-e, korábban volt ez a napi csajnak becézett rovata, amikor fiatal lányokat a címoldalra tettek, de nem tudom, hogy ezt tart-e még. Hát az Origónál tart. Ott azért nyomatják ezeket a ilyen focista feleség, meg ampopót villantott. Azért most beleszaladtak ebbe a transz sztoriba rendesen. Ja, igen, azon nevettem. Az nagyon cuki volt. Hogy ha nem látták, már nem is fogják látni, mert sikerült gyorsan orvosolni a problémát. Hát a Telexen írtak róla egy cikket. Hát jó, de most nem tudom. El tudják olvasni. A Telexen írtak róla egy cikket, el tudják olvasni. Hogy ugye az történt, hogy Hunter Schafer nevű színésznőről van szó. De hogy hol volt a... Oscar gálán. Azt megjárnak, nem tudok, szörnyű. Mert Oscar egy név, ezért nem jut eszembe, hogy Oscar gála. Tehát, hogy az Oscar gálát fotózták, hát egy ilyen ledér, kacér öltözékben, és hát szokás szerint Origóig kinyomták a címlapra, hogy cicit villantott az Oscar gálán a színésznő. Azt hitták, hogy gyönyörű színésznő. A gyönyörű színésznő, majd valaki azért szólhatott, hogy az a helyzet, hogy pont az, akit Magyarországon rühelleni és utálkozva tekinteni, és akkor átírták a címet arra, hogy a nővén műtött férfi. Igen. Viszont mutogatta magát. Először átíták arra, hogy LMBTQ aktivista, aztán átíták arra, hogy nővén műtött férfi. Igen. Nővén és milyen gyönyörű, hogy milyen szép, hogy a gyönyörű nőből lett a férfi. Igen. Nem azért mutattam az újságot, mert vége a műsornak, csak eszem jutott, hogy az elején kellett volna, úgyhogy ez csak egy ilyen fél hiba. Hogy itt az új magyar hang. Lakner Dávid és Elritó Nóra adott... Lakner Zoltán. Lakner Zoltán, bocsánat. Ez a, látod, ilyen hatásod van, olyan, mint a DK, magadba vonzod a dolgokat. Hogy, hát csak névrokonom amúgy a magyar, jó, nem el, de Dévényi Tiborral vagyok így, mégsem mentegetőző. Szóval, hogy a nagy magyar valóságról adtak ők egy páros interjút. Nem túl rózsás képet feste, de hát miért is lehetne. Van budai hang mellékletünk. Gyöngyösi Mártonnal van egy interjú, és Gyöngyösi Márton azt mondja, hogy lemondok, ha nem lesz EP képviselőnk. Úgyhogy ezt úgy tekintem, hogy ő itt a magyar hangba búcsúzott el. Lemond a Jobbikról, vagy mire mond le? Igen. Ami azért olyan szempontból nem egy nagy kihívás, hogy ha nem lesz EP képviselőnk, akkor az nem ő lesz értelemszerűen, és akkor mi marad? Tehát, hogy, na mindegy, de ez itt hangzik el. Van egy remek Tompos Ádám riport fotókkal. Békés megye kiürül, ugye? Erről beszélgettünk a múltkori műsorban is, hát most ennek így jobban utána járt. Remek publicisztikák, úgyhogy ajánlom jó szívvel. Na. Olyan nagy a sajtószabadság, hogy azt mondja, összesen 29 sajtóhelyregőzítési pert vesztett tavaly a Fidesz közeli média birodalom. A rekordnál a jó öreg Origó. 13 elemarasztoló ítélettel, a második helyen pedig a pesti srácok el 8 elbukott perrel, írta meg az Átlátszó a fővárosi törvényszéktől kapott összesítés alapján. És egyébként ebben az van benne szerintem, ahogy így figyeltük a működést, meg amennyire még belelátunk így a régi szép idők alapján, talán egy kicsit jobban, mint úgy átlagosan bele szokott látni az ember a Fidesz média működésébe, hogy megint csak ezek a központi utasításra készülő ízi anyagok, hogy most valakit baromira szét kell rúgni, mert volt olyan pofátlan, hogy tiltakozott az akkumulátorgyár ellen például. És akkor abban a pillanatban rárepülnek, és semmi nem számít. Vagy valami pedagógust kell izélni. Vagy, hát ezeket ismerjük. Hogy azért ez mutatja azt, hogy ez nem annyira konzervatív szerintem. És egyébként még azt is jegyezzük meg, hogy ez a szám, amit mondtál, ez úgy jött ki, hogy áprilisban voltak a választások. Tehát utána már annyira nem volt, vagy nem érezték szükségét ezeknek az anyagoknak az elkészítésére. Tehát korábbi években, amikor fullra nyomatták a kampányt, akkor sokkal több ilyen pert vesztettek. És valószínű, hogy a következő egy évben is bőven lesznek ilyenek, mert hangolunk az önkormányzati meg az EP választásra. Az elvesztett perek száma az igazán durva, amúgy az arányok, hogy az Origónál 80% feletti az összesből az elvesztett, és a pesti srácoknál is valami 60 fölötti, ahogy néztem. Mármint, hogy azt mondja a Dávid, aki nem Zoltán és nem Rokona,
hogy amikor perbe vonják az Origót, akkor 80%-ban ők nem tudják megvédeni azt, amit leírtak. De a TV2-n is volt most az a kedves történet, hogy arra hivatkozva nem akarták lehozni a helyreigazítás, hogy nem fér bele a híradóban. Igen. Juhász Péter. Juhász Péter. Igen, mert annyiszor kell elmondani, és olyan hosszan, hogy az tényleg egy remek kis műsorblokk lesz egyébként. Csak hát ott van az alapja a történetek, nem kell megcsinálni azt a lejárató műsort, amiről egészen pontosan tudja a szerkesztő, hogy az nem áll a valósággal semmilyen viszonyban. És akkor... de ez milyen szép önleleplező kifogás azért, nem? Hogy elnézést kérünk, de olyan sokat hazudtunk, hogy ezt nem fogjuk tudni leadni. Rövid a híradó. Annyit hazudtunk, hogy rövid a híradó ennek a helyre kalapálására. Benne volt az átlátszó cikkben, hogy a Magyar Hang ellen egy se indult, egy helyreigazítási per sem indult. A Debrecinev ellen a fennállásunk óta egy indult, és azt sem veszítettük el. Mert lehet úgy újságot írni, nem olyan bonyolult egyébként. Most például volt egy információ, amit szerény személyemnek köszönhetően mi tudtunk meg először. De nem azért, mert én akkora májár vagyok, hanem egy ilyen ócska publicista vagyok. De hogy engem keresett meg valaki az információval, és akkor elküldtem az online szerkesztőségnek, felvettem a kapcsolatot az ügyeletessel, hogy itt van ez, és úgy látom, hogy mi nem jött ki sehol. És egy csomó ideig azzal, hát majdnem csúnya szót használtam, azon dolgoztunk, hogy valahogy próbáljuk ezt azért megerősíteni. Hát ne az legyen, hogy itten kaptunk mi valamit, hanem hogy akkor innen-onnan, és nem sikerült. És már tényleg azon voltunk, hogy meg fognak előzni minket, mert ki fog jönni ez hivatalosan is ez az információ, de akkor is mentünk addig, amíg valaki nem mondja azt, hogy akkor ez így van. Mert hogy ennek így kéne működni, és ehhez képest tényleg az, amit hát most csak gondoljunk bele, és ezt nagyon sokszor elmondom, de szerintem nem lehet elégszer, mert annyira szégyen a hatházi valamit műveltek. Most egy kicsit lejöttek róla, mert nem tudom. Mert ő volt szomszédgyilkostól kezdve minden. A Juhász Péterrel, amit műveltek, vagy a Vona Gáborral, amit műveltek, nem, hogy ilyen teljesen légből kapott információ, nem, a légből kapott információ, legalább információ. Tehát ilyen hasra ütve szült történeteket írtak meg. És ugye a Kesmánban az a kemény, hogy ilyenkor ez így, mint a futótűz, mindenhol sutty, így egyszerre megjelenik. Igen, hát most a Kutyája kapcsán is csinálták, ezt Bohárt leküldték néhány alkalommal, forgatott szép lejártó videókat, civilekről, rólam is egyébként. És te miért buktál le? Én azzal buktam le, hogy nem vagyok újságíró. Illetve a másik, a Debrecinet pedig azzal támadták, hogy 90, több mint 90 cikket írtunk az akkumulátorgyárról. Azt. Igen. Gondolj bele, a helyi lap foglalkozik az Európa egyik legnagyobb beruházásával, amit terveznek, és a nép hőzön. Hát ez borzalmas. De mit mondtak, hogy Polgár Tóth Tamás nem újságíró, vagy mi volt a... Igen. Hanem? Nézd meg. Egyet csak próbál. Dehogy nézem. Na, hát azért na. Figyelj, végignéztem Orbán Viktor beszédét március 15-én. Megnéztem a torockai beszédét is, az mégiscsak. De ez bántás akart lenni? Most nem akarlak cseszegetni, csak tényleg érdekel. Hadd ne nézzek Bohárt, léci. Néha érdemes egyébként. Nem fogja elmondani mi. Jó, megnézem. Integritás hatóság. Na, hogy elfelejtettük őket, nem? Ugye ez a uniós pénzekért való elszánt küzdelmünk során tett egyik vállalásunk, mármint a kormányé, hogy a korrupció ellen még hatékonyabban fog fellépni, mint eddig. Úgyhogy létrehozták ezt az integritás hatóságot, ami 3 hónap után elkészítette az első jelentését. Azt mondja, hogy összességében a jelentés olvasva úgy tűnhet, hogy bizonyos mértékű korrupció van, ahogy a korrupció elleni fellépés eszközei is adottak, de a helyzet nem drámai. Ezt sikerült megállapítaniuk. Ez nem a HVG-nek az összefoglalója, inkább ez a mondat. Hát de most olvassam fel, figyelj, olyan hosszú volt az egész, hogy egyszerűen képtelenség felolvasni. Javasolnak, igen, ilyen lépéseket. Mármint, hogy az, hogy a helyzet nem drámai, az a HVG-nek a linkjében. Ja, bocsánat, igen. Nem az integritás hatóságokkal. Nem. Ja, igen, mondjuk ezt szerintem, figyelj, egyébként lehet, hogy elég lett volna ennyi, hogyha ennyit így közölnek, hogy van egy kis izé. Tudom, hogy vártunk ettől valamit. Hát igazából az a helyzet, hogy csak az elmúlt egy évet vizsgálták, úgyhogy nyilván ha azt várja az ember, hogy az elmúlt 12 évetből átfogóan az összes korrupciós ügyet leleplezik, az nyilván nem is volt várható.
és nyilván csak ilyen átfogóan tudják nézni, hogy hány egyszereplős közbeszerzés volt, hány feljelentés történt. Szerintem nem ilyenekből érdemes nagy leleplezéseket válni, de az mondjuk hasznos lehet, hogyha tesznek javaslatokat, és az még hasznosabb, hogyha a kormány ezeket megfogadja. De nem kell ugye megfogadniuk. Meg őszintén szólva azért ne felejtsük el azt se, hogy igen, mondtad, hogy az elmúlt egy évet vizsgálták. 2010 óta hány olyan törvényt hoztak, ami alapján már nem számít korrupciónak az, ami korábban korrupciónak számított volna? Hát egyrészt, másrészt meg a NER-nek a ki- és beépültsége már elérte azt a szintet, hogy már nincs szükség tulajdonképpen klasszikus korrupcióra, mert bizonyos teljes ágazatokban is már csak a NER van talpban. Tehát ha elindul három cég, akkor abból lesz egy nagyon neres, egy majdnem annyira neres, mármint hogy az is neres, csak nem azon a szinten van, mint a másik, meg lehet, hogy még egy valami, akinek azt mondják, hogy ha gyere, induljál, hogy nehogy nézzen ki, mint valami, és akkor kapsz 5%. De az érdekes kérdés. De már erre sincs szükség, mert mondom, teljes ágazatok. Hát a Láncidat nem lehetett a NER nélkül felújítani, nem? Akkor hol lesz itt a tetten érhető? Az a kérdés, hogy olyan bugik ki ennek ellenére, és mondjuk egy Werner Sarlügy az egészből. Mert ők nem ezt a klasszikus mintázatot követték, hanem az egy ilyen saját egyedi sztori volt, meglátta a fickó benne a történetet, és ahogy a börtönből küldözgetett üzenetei, meg úgy egyébként, ahogy ott diskuráltak, vagy kommunikáltak egymással, abból úgy tűnik, hogy ő pont egy olyan személyiség, akit a pénz és a hatalom az meglehetősen megszédített. És azt gondolta, hogy ővi a világ. Na most ezt lehet gondolni a Fideszben egy embernek, és mindenkinek meg nem. És azért a Werner meg a Sadl, ők nem, azért nem egy Rogán Antal szintjén vannak ebbe a sztoriba. Tehát hogy azért az ilyenekre oda szoktak koppintani. Meg azt nem nagyon szeretik a Fideszben, amikor hálózatok épülnek. Mert azok mindig veszélyesek. És azért, ha megfigyelitek, a majdnem minden ilyen lebuktatott korrupciós ügyben, vagy elkezdett kiépülni egy komolyabb hálózat, vagy már ott volt, mint itt ebben a sztoriban, és azt nem szeretik a Fideszben. Itt ne épülgessenek hálózatok, mert az mi vagyunk, ugye? Tehát nem kell nekünk a konkurencia. Hát végül is a Simicskával is ez volt a problémájuk, hogy úgy érezték, hogy már túlzottan egy önálló birodalmat épített fel. Igen. Mert az is történt egyébként. Jól van. Ezt még úgy sem csináltunk, hogy ilyen szomorúan végén így csöndben vagyunk. Hát ilyenek feleim, ilyenek ezek a magyar hétköznapok. Még egyszer akkor itt a új magyar hang. Hogy az utolsó oldalon, úgy sem ritkán szoktam idézni, Puzsér Robert írt, Bayer Zsolt és a gyermekvédelem címmel, és ezt csak akkor fogják tudni meg, hogy miről szól, hogyha megveszik alapot. És hogyha megveszik alapot, azzal a tényleg független médiát támogatják, mert mi hát úgy vagyunk függetlenek, hogy önöktől, olvasóktól függünk, de azt gondolom, ez egy egészséges és jó függőség, úgyhogy vásároljanak minket, legyenek az előfizetőik, és támogassák a független médiát Debrecenben is természetesen, mert mint az előbb elhangzott, egy nagy lótúró van rajtuk kívül az egész, hát nem is tudom. Megyében. Na, ráadásul. Tisztelt a kivételnek, de tényleg nagyon kevesen vagyunk. Köszönjük a figyelmet, köszi, hogy beszélgettünk, és hát tartsanak velünk jövő héten is, mert jövő héten is lesz Flaster. Én is jövök, Magyar Hang is lesz. Támogassák a Magyar Hangot. Ti nem tudom, hogy jöttök a jövő héten, még nem tudjuk, akik a vendégek. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.